Sziasztok, Lipcsei Péter vagyok, nézzétek ti is az NSO TV-t. Megkezdődik az átszervezett egycsoportos labdarúgó NB2 2013-14-es szezonja, ahonnan a bajnokság végén az első két helyezett jut fel az NB1-be, míg az utolsó három helyezett kiesik a harmadosztályba. 16 csapatból három kieső az kegyetlen. Ez azt jelenti, hogy én szerintem, hogy 5., 6., de jó, legyen az 5., 6., de 6. helytől szinte biztos, hogy a kiesés ellen fog harcolni szinte mindenki, de 10-en túl az nem, hogy 8-on túl egészen biztos. Bogdár György szerint azért akadnak hibák az átszervezésben. Jó ötlet volt az átszervezés az NB2-t illetően, hogy egy csoportos legyen. Szerintem is szakmailag ez egy fontos dolog volt, de nem volt elég körültekintő, vagy nem voltak elég körültekintőek azok, akik ezt csinálták. A mérkőzés, tét mérkőzések számát kellett volna emelni. A 16 csapatos NB2 kevés, föl kellett volna 20-ra nyomni. 38 bajnoki meccs alatt nem is szabadott volna belekezdeni. Csináltunk megint egy félig jó lépést, tehát még egy nagyot előreléptünk és egy kicsit hátra. Nem szabad sokat bukni. Itt, aki háromnál többször kikap, az nem tud oda kerülni, egészen biztos. Én a Siófokot, a Gyirmótot mindenképpen odavárom, meg hát a Fekete Ló esete mindig előfordul, hiszen azért például a Sopronba, a Subka Attila biztos nem azért ment oda, hogy a részen, hogy úgy mondjam, tehát ha jól tudnak erősíteni, bár nem figyeltem, megmondom őszintén, hogy most hogy erősítettek, viszont ők legtők erősebb csapat nyilvánvaló ezek között vélemény szerint a Gyirmót. Jó szakmajunkra is lehet ott, hiszen a Sisa jó edző. Tehát biztos vagyok benne, hogy ők azért a hatalmas évek óta tartó akarással, hogy oda kerüljenek most, abban a periódusban vannak, amikor elvileg hát már nyakukba akaszthatnák az első-másik helyjáról érvet. Ha nem, akkor viszont az csúnya bukta lett.